Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a népszava.hu weboldalának egyik cikkével fogunk foglalkozni. Úgy hiszem, hogy nagyszerűen demonstrálja, hogy milyen degenerált a világ. Meggyőződésem, hogy annyira hozzá vannak szokva az emberek ehhez a retardált viselkedéshez, hogy nem is tűnik fel nekik már, hogy mi az, amit látnak, hallanak, vagy mi az, ami éppen történik körülöttük. Az úgynevezett érzékenyítési folyamat olyannyira sikeressé vált, hogy mi szemrebbenés nélkül elfogadjuk nem csak a degenerált viselkedést, hanem a mesztelenséget, az erkölcstelenséget, az ostoba magatartást magunk körül a tévében, az újságokban, az utcán, otthon, az iskolában, bármerre, ahol csak járunk. Teljesen természetessé vált. De mielőtt nekivágunk ennek a videónak, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Annyit még előjáróban hozzátennék, hogyha valakit ez a félmeztelenség, erkölcstelenség zavar, vagy valaki küzd ilyen jellegű problémákkal, akkor lehet, hogy érdemes átgondolni, hogy csak hallgatja ezt a videót és nem nézi. És sajnálatos módon ez nem az én hibám, hogy manapság nehéz a nőkről beszélni anélkül, hogy le kelljen ereszkedni a degenerációnak egy újabb mélypontja felé. De vágjunk is bele, mert lehet, hogy így is hosszúra fog nyúlni. A nők orgazmusra vágynak, nem virágra. Én sajnálom, de tényleg. Szombat Éva 5 éven át fotózott mindenféle korú, testalkatú és szociális hátterű magyar nőket a hálószobájukban, a szexjátékaikkal. Olyan szinten retardált, hogy az ember még ilyet nem látott. És ez a világ 2024. Odáig jutottunk, hogy a nőket a szexjátékaikkal a hálószobában fotózza valaki. Portré alanyai, eközben a női testet és a szexualitást övező tabukról, traumákról is beszéltek. Hogy tegyem hozzá gyorsan, hogy a szexualitás az nem csak a nők teste volt tabu, mindenkinek a teste tabu volt, meg az egész szexualitás. És hogyha körülnézünk ma a világban, akkor látjuk, hogy miért. Hogyha szabadjára engedjük az embert, akkor ilyen retardált lesz, hogy magát fényképezi a különböző szexjátékaival, és másról se beszél, mint nemi szervekről, meg vibrátorokról, meg mit tudom én mikről. Kivel mit csinál, mit szeretne csinálni, milyen traumák érti. Ez volt a probléma. Tisztában voltak az emberek azzal, hogy keretet kell és határokat szabni mindenkinek, különben elterjed ez a retardált magatartás. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Emlékszik bárki arra, amikor néhány évvel ezelőtt azt mondtam, hogy eljön az idő, amikor mesztelenül fognak az emberek majd az utcára menni? Most ott még nem egészen tartunk, de most már az új trend az, hogy a nők alsó neműben mennek az utcára. Anyu, mi az a ribanc? Mindenki csak próbálja emészgetni ezt a gondolatot egy pillanatig, hogy szeretné-e, hogy a gyereke az alsó neműben járjon az utcán. Pont erről beszéltem, hogy mi értelme van izgulni, hogy miben jelenik meg az ember az utcán, hogyha amúgy is elmegy a strandra, és a bikini az nem más, mint egy bugyi meg a melltartó, de most már ott tartunk, hogy ezek a nők alsó neműben mennek az utcán. Ez van most. Hamarosan elérkezik Magyarországra is, biztos vagyok benne, minden férfi álma. The time of the woman has come. Hogy semmit ne kelljen tenni azért, hogy mesztelen nőket lásson. De ha ez nem elég, csak menjünk tovább, mutatom, hogy hol tartanak a nők, hogy mihez kezdtek ezzel a nagyszerű felszabadulással, amit végre elértek. Heidi Klum, 50 éves ez a nő, egy öreg asszony tulajdonképpen.
és a 19 éves lányával tűnt fel egy fehér nemű fotózáson. 19 éves a lánya, ő 50, és együtt fotózzák őket fehér neműben. Biztos vagyok benne, hogy mindenki egy ilyen anyát, meg egy ilyen feleséget szeretne magának, aki a saját lányát arra ösztönzi, hogy ország világ előtt mesztelenül jelenjen meg. Heidi Klum, minden nő példaképe. Most erről nem is beszélek, mert ez már egy kicsit szerintem a belterjességnek a határán van, de ez csak egy következő lépés, egy természetes folyamata annak, amilyen útra léptünk. Utóbb biztos vagyok benne, hogy az az, hogy én szeretem anyámat, szóval miért ne lehetnék vele kapcsolatban, vagy apámmal, vagy a testvéremmel, vagy nagyanyámmal, vagy a kutyámmal. És majd úgy fogjuk értékelni, hogy mekkora mérföldkövet tettünk meg, ismét meg hagytunk el, hogy végre mesztelenül tudunk járni az utcán, hogy viszonyom lehet a kutyámmal vagy a nagyanyámmal. Egyetlen nő se néz ki jobban smink nélkül, mint sminket. Tök fölösleges hazudozni magának bárkinek. Azért találták ki a sminket, hogy szebb legyen tőle az ember. Ezért csinálja minden nő, hogy jobban nézzen ki az utcán. Nem magának csinálja, hanem azért, hogy más előtt jobban nézzen ki. De és mindegy, hogy mennyi fényképet csinál magáról, tök mindegy, úgyis jobban fog kinézni sminkkel, mint smink nélkül. Hazudozhat magának, nekem, meg az egész világnak, ettől függetlenül még ez nem fog megváltozni. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.